Sziasztok, itt vagyunk a Supersize Recording stúdiónál, ez itt a Horváth Tojás Gábor trió lemez felvétele. Gyertek, nézzünk be! Nincs bőgő szóló, két téma, két kör zongi szóló, vissza a téma, és a kóda, jó? Oké. Mehet? A lemez címe Soundtrack, ami nálunk annyit tesz, mint filmzene. A miénk nyilván nem egy filmnek a kísérő zenéje, de olyan dalokat válogattam össze, olyan saját kompozíciókat válogattam össze erre a lemezre, amelyek akár bármelyikünk életének a kísérő zenéje lehetne, a reggeli ébredéstől, a munkába induláson keresztül, az esti bulikon át a nap végéig. Úgyhogy ez volt a koncepció. Igen, csak van valami hang, ami nem jó. Ami volt előtte téri. A lemezen szereplő saját kompozíciók elég személyes indítatásúak. Mindegyik dal köthető valamilyen személyes élményemhez, vagy hangulathoz, ami megtörtént velem. Vendégként szerepel nagyszerű énekesnő Gereben Zita, akivel szintén már régóta dolgozok együtt az ő saját zenekarában, és egy nagyon szép balladát énekelt el velünk, amelynek a címe Fields of Bee. I step inside from the night, I hear a song as if for me. Just like a dream, is it true? I fall inside to his light. Am I alone or am I lost? I can tell, like a spell, it shines inside of me, just for me. Warming smile indeed, take it in, breathe in, and all I feel is that I'm walking on field of dreams. Hello. Jó napot kívánok, szeretnék pizzát rendelni. Sorra kerül rendel, ja. És megkérdezi tőle a kisasszony, hogy helyben fogyasztja, vagy elviszi? Hát a kezem a kézbe. Hát így a kézbe. Azt mondja, hogy kézbe. Várj, ezt még egyszer. Fölvesszük még egyszer, jó? Indítsd a sztorit. Fantasztikus együtt dolgozni ezzel a két szuper zenész baráttal. Gáfi Attila dobol, Horváth Balázs bőgőzik. Gáfi Attilát már 25 éve ismerem, és 25 éve zenélünk együtt. Balázs pedig már egy jó 10 éve, amióta csatlakozott a trióhoz, úgyhogy vele is nagyszerű a közös munka. Mindig nagyon izgalmas ezekkel a srácokkal dolgozni, mert borzasztó kreatívan állnak hozzá a zenéhez, amit ő bedobok a közösbe, úgymond, és aztán együtt formáljuk egy közös produkcióvá végeredményt.
Na, ez készen van. Hogyha élőben is akarjátok hallani az új lemezt, szeretettel várunk.